Piros lámpánál húz el a robogó sofőrje a civil rendőrautó mellett. A felvétel Szekszárd központjában készült. A rendőrök egyből a motoros után eredtek, aki ezt követően még két másik szabálytalanságot is elkövetett. A megengedett legnagyobb 50 km per órás sebesség helyett 73 km per órával közlekedett. Nem volt elég ez a szabálysértés sem a motoros számára, hanem a város központjában az egyik utcába kanyarodott annak ellenére, hogy annak a balra kanyarodását tiltó tábla jelezte. A motoros is súlyos büntetést kapott, 130 ezer forintjába került ez a néhány száz méteres út, és 16 büntetőpont is járt a szabálytalanságokért, ami azt jelenti, hogy már csak kettő kell, hogy elvegyék a jogosítványát. Szeretnénk felhívni minden járművezető figyelmét a szabályos és norma követő magatartásra, hiszen hogyha valaki nem a szabályok betartásával közlekedik, az könnyen tragédiához vezethet. A 130 ezer forintos bírságot kapó motoros egyébként azt mondta a rendőröknek, hogy az ebédjéért sietett ennyire.